Bemutatom röviden Bata Tibort építészt és Csernyus Lőrinc építészt, akik régi barátok és mind a ketten Makovec Imre tanítványai. Uraim, átadom a szót. Minden keddi kaleidoszkópnak az a fő alapelve, hogy egy friss munkát mutassunk be a beszélgető társunktól. Tehát éppen mind dolgozik most, vagy éppen mit fejezett be. Tehát én most rögtön avval fogom kezdeni, hogy azt kérem a Tibortól, hogy azt a munkáját mutassa be, ami a előadás címében is van, hogy analóg építész és egy városközpont tervezése leleszen. Még azt hozzáteszem, hogy az analóg építész kifejezést azt ő használta magára egyszer, amikor áramszünet volt a Kecske utcába, és ugye akkor nem működtek a monitorok, nem működtek a számítógépek, és az összes digitális építész, vagy aki számítógépen dolgozott, nem tudott mihez kezdeni. Tibor ugyanúgy leült az asztalához, hiszen besütött a nap, elővette a tegnap ott felejtett ceruzát, és folytatta a munkáját, és majd azt mondta, hogy milyen jó az analóg építészeknek. És most tulajdonképpen átadom az elején a szót neki, hogy ezt az egész leleszi történetet, a legfrissebb munkádat, légy szíves, mutasd meg a közönségnek. Mindenkit szeretettel üdvözlünk, vagy üdvözlök. Megnézem, működik-e, jó? Működik, tök jó. Gondoltam, hogy egy kis rejtvényt csinálok, én ezeket gyűjtöm. Bárhova megyünk, ugye egy légi felvételt nem tudok csinálni. Ez hol van esetleg, valaki tudja? Assisi-ben van, igen, ez hol van? Ez Arezzo-ban van, egy ilyen négyzet alakú tér. Ez meg a Cinque-Terre. Bárhol járok, én ilyen képeslapokon vesz. Ez mondjuk pont nem légi felvétel, hanem a dombról van készítve. Ez a leleszi préposság, ez egy premontrei kolostor. 1100-as évek valamikor kezdték építeni, egy nagyon picike kolostorként. Ezeket a 1200, nem emlékszem, a Bánkbánban mikor történt ez a gyilkosság. Második András feleségét ugye meggyilkolták ebbe a híres történetbe. Nem volt szokásban, Európában szokás volt, de Magyarországon nem volt szokásban a királynőket gyilkolni. És ez a második András ebben a kolostorban szállt meg, észak felé ment a hadseregével, amikor jött a futár és mondta neki, hogy meggyilkolták a Gertrúd királynét. A premontreiek abban a kegyben részesültek, hogy a karját, ugye ennek a királynének, amivel védte magát, ezt itt helyezték el. Óriási erekje volt tulajdonképpen ez, és a király rögtön kiváltságleveleket, nem tudom miket adott. A kolostor fejlődött, aztán a középkor végén ugye az történt, hogy a Magyarországon tudjuk három részre szakadt, ez a lelesz pont abban a pontban van, ahol se nem török, se nem Habsburg, se nem erdélyi fejedelemség, és 10 évente folyamatosan változott itt a uradalom. Aztán 1938-ban a bécsi döntés értelmében visszakaptuk, ahol gyorsan a magyar kormány épített egy kultúrházat Leleszre. Ott lehet látni gyorsan a néhány adatot a kolostorról. Ez a kultúrház, ez most így néz ki, ez egy mozi. Lebontásra van ítélve, igazából nem használja senki. Ez a falu kb. 2500-2200 ember lakja. Ez Szlovákiában van, elmegyünk Sátoraljaújhelyig, átmegyünk a határon, elmegyünk Királyhelmece, és még Királyhelmecről megyünk egy olyan 10 kilométert. Azt találta ki a polgármester, hogy van itt ez a két telek, és ugye építsünk valami olyasmit, minthogyha ez a kolostor, ez a középkorban kifejlődött volna, a kolostor körül egy középkori város. És a Tamás azt kérte tőlem, hogy én tudok ilyet rajzolni, gondolja. Ezért rajzoljak egy ilyen nagyon sűrű beépítést. Amit most itt látunk rajzon, ez elkezdődött csak, majd mutatok készházat. Ezt állami pénzen felújították egy-két dolgot, de hát várat magára, hogy mi legyen. Ez egy régi térkép, azt lehet látni 1600-as évek elején, amikor a Habsburgok először csinálták, ott a kolostor, ott van egy kis patak, és a patakon a híd. Ezt csak nézzünk tovább,
mondjuk 80 évvel később olyan nagy változás nem történik, mindig megvan a kolostor, ott egy nagyobb igazgatási, vagy micsoda ilyen gazdasági épületet építettek, és megint ott van a híd. És ha megint megyünk tovább, még mindig ott, igen, ez egy kicsit nagyobb lépték, de a híd az mindig látszik. Hát ez most a híd. Ez egy nagyon régi híd, 1200-es évek végéről származik, Szent Gotthárd hídnak hívják, egy első osztályú műemlék Szlovákiában. Gyönyörű szép az a kő, mert a fénykép nem túl jó, de nagyon szép ez a kőfal, amit raktak. Ennek egy hibája van, hogy a patak már nem folyik alatta, és út sem megy át rajta. Körülbelül ilyen helyzetben van ez a lelesz. Pozsonytól nagyon távol, és van ez a polgármester, aki megkereste Makovec Imrét körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy van neki egy ilyen gyönyörű városházája, ezzel kéne valamit csinálni. És a Fábián Rigó Tamás jó barátom ezt a Óbecsnyi Úrád lelesz községházát. Mindenki magyar a faluba, egy szlovák van, ez a polgármester, aki gyönyörű szépen beszél magyarul nyilván, mert hát ebből az épületből sikerült ezt csinálni. Ha bemegyünk, akkor egy gyönyörű szép előtér van, ott ül a polgármester, Zurbola Mihálynak hívják, ő pedig Fábián Rigó Tamás. A basszusgitár nincs ott, mert az erősítő mellől hiányzik. És akkor gyorsan rajzoltunk egy ilyet, hogy ez egy ilyen sűrű beépítés, mi lenne, ha itt lennének lakások. Azt tudni kell, hogy az idős emberek, mindenki családi házban lakik nyilván, hát látható volt, de nem tudják fenntartani a házaikat, és egy ilyen 50-60 négyzetméteres lakásban nagyon szívesen beköltözik mindenki. Szlovákiában ez 10-15 évben állami program. Angliában van egy város, amit az építészek abszolút lesajnálnak, Poundbury-nek hívják, ezt Leon Krier tervezte, ez a Charles Herceg Építészeti Intézetének egyik fő attrakciója, epéthánynak az építészektől. Ez egy viszonylag normális lakható környezet. Itt azt lehet látni, hogy, hát ezt ismertük, azt lehet látni, hogy minden ház, lakáshoz tartozik egy icipici kert, és van valami fajta autóval járható út, meg parkoló. Egyelőre inkubátorház az elmaradott térségekben, azt teszünk bele, de azt majd még égünk változik. Így megy egyébként ez itt Kelet-Európában, itt üzletek lesznek, ott meg irodák, és akkor majd folytatjuk. Hát nyilván, ahogy a rajzon is lehetett látni, ez az izé, ez az észak-magyarországi, az ott a polgármester az indián motorjával az. Aztán a Fábián Rigó Tamás és a Szentesi, a Szegedi Anti csináltak számítógépes rajzokat is erről, és tavaly nyáron egy borús szombati napon ez az épület elkészült és felavatták. Ez az első épülete tulajdonképpen ennek a városközpontnak, hát látható, hogy minden elemébe próbálunk valami olyasmit csinálni, ami ilyen középkori. Hát ez nem új dolog Magyarországon. Amint még megkérdezek, hogy kik építették ezt, mert ehhez bizony... Hát a polgármester úgy gondolta, ahogy építették azt a szép polgármesteri hivatalt, azóta egyébként csinálja a Viator a kultúrházat is, ott helybeliek építették, ez a Tamás erről szépen írt az országépítőbe, hogy jött az építés felügyelet, és hát mondták, hogy hát így nem lehet építkezni. Tehát nincs rajtuk sisak, meg nincs, hát az egész úgy volt, teljesen használhatatlan volt, ez nem egy cég volt, hanem jött a nem tudom ki, és akkor csinált valamit. Tehát, és akkor a polgármester mondta, hogy hát mi így tudunk építkezni csak. De most ez egy ilyen EU-s pénzeket felhasználó, nem tudom, határon túl átnyúló projektbe, ilyet nem lehet csinálni, úgyhogy ez egy szlovákiai kivitelező volt. Ez pedig az az épület, aminek a terve úgy nagyjából megvan, de hát még nagyon messze van attól, hogy egy alkalom legyen, hogy ezt lehessen csinálni. Tehát amikor a újságban írják, hogy az építész megálmodta, hát az egy nagy hülyeség. Tehát
Tehát dolgozott egy órát, kettőt, aztán két hetet, aztán három hetet, és még mindig nem jó. Tehát, hogyha valaki így álmodik, az azért elég. Sose gondoltál arra, hogy számítógéppel dolgozol? De, nagyon sokszor. Nagyon sokszor. Nekem a feleségem, a Szólik Krisztina példaképem ott ül, mert ő megtanulta, pár évvel ezelőtt elkezdte, és dehogy nem, én is. És hát igen, ez a számítógépes technika, ez nehéz dolog. Amúgykor gondolkoztam ezen, valami filmet néztünk, és ilyen digitális film volt, már nem tudom, Gyűrűk ura, vagy valami, ami teljesen digitális szinte, és akkor amikor egy rendes filmnek a stáblistája megy, az, hát ez nem tudom hány száz ember, az megy mondjuk 3 percig. Egy digitális filmben az 10 percig megy. De ez sokkal több ember dolgozik rajta. Tehát ez valami elképesztő, hogy az olyan legyen. És még így is egyébként, hogyha megnézed több, tehát sokatszor, akkor szerintem van benne hiba. Hát nem mennek rendesen az emberek talpa a földön. Meg. Tehát itt tulajdonképpen az nincs benne ezekben a képekben, hogy egyrészt ez valójában mekkora. Tehát, hogy az asztalon ez mekkora ez a rajz, és hogy valójában a vonalvastagság, tehát az egy az hiányzik ebből. De hát akkor is én azt gondolom, hogy aki szabad kézzel így tud rajzolni, és szabad kézzel vagy kézzel tervezi a házait, abba ez egészen más fogalmaknak kell szerintem kialakulni, hogy milyen egy ház, mint aki számítógéppel kezd már a tervezéshez is. Tehát ez egy döntő különbség, hogy legalább a vázlataimat ceruzával én magam hozom létre, vagy már azt is géppel kezdem el megrajzolni. Ugye az van, hogy amióta van számítógép, gyorsan lehet rajta változtatni. Hát gyorsan a fenyét. Tehát az ugyanolyan nehéz, hogy ki kell radírozni, mert nem tudom. És igazából miután a köztudatban az van, hogy a számítógépen gyorsan lehet változtatni, ezért több is a változtatás. Tehát az építető sem, meg a nem tudom, megrendelő sem gondol meg semmit sem, mert ahogy is, hogy klikkelnek, azt akkor megváltoztatják. Én mindig csak azt hallottam, hogy az építészek közül ki az, aki nem építészként folytatja a pályafutását. Lásd, előző heti vendégünk, Sebő Ferenc, meg lehet sorolni, hogy kik, akik kvázi pálya elhagyók voltak. Most te, meg ebből a szempontból nekem azért vagy a másik oldal, mert hogy lesz egy ötvösből építész? Mert az eredeti végzettséget ugye ötvös. Igazából mindig szerettem volna építészni, de fizikából nem voltam jó, és akkor elmentem. Ez egy szakmunkás képző intézet, nagy hagyománya van. Ő egy ezüstműves műhely valamikor a középkorból. Én amikor engem felvettek a szakmunkás képző intézetbe, akkor én a állami pénzverében dolgoztam az ezüstműves műhelybe. Ugyanilyen szerszámokkal dolgoztunk. Hát nem ilyen nadrágban, meg, de körülbelül így nézett ki. Ez hihetetlen költséges dolog. Mert egy ilyen kalapács, amit itt len látnak, ez mondjuk egy ilyen lepukkadt kalapácsnak, ilyet nem lehet kapni az obiba. Tehát akkor, amikor én ezt tanultam, akkor minimum Münchenig meg Bécsig kellett menni, és akkor ott magyarázták, hogy hány ezer shilling egy ilyen kalapács. Úgy volt, hogy az állami pénzvérőnek volt a helyi 9. kerületi, hogy hívják ezt, párt tagszervezettel volt egy ilyen kvázi szerződésük, hogy a nyugdíjas párttagok, mikor elmennek nyugdíjba, akkor kapnak valami ilyen ötvös tárgyat. Hát ezek ilyen állami pénzverében gyártották ezeket a elég gusztustalan cukortartókat, meg főleg volt a kenyeres kosár, azt itt fűrészelni kellett napokig, és akkor ilyen kilúggatott izé volt. Hát persze mi részből csináltuk ezt, egyébként tudni kell, hogy maga a réz, meg az arany, meg az ezüstnek a tulajdonságai, azok elég hasonlók. Tehát nem kell ezüstből, meg aranyból csinálni valamit, az ember tanulja. És ezeket csináltuk tanulásképpen, mert én ezt egy újságban találtam, fogalmam nincs, hogy ki tervezte, egy régi szecessziós könyvben, és azt mondtam, hogy állandóan csináljuk ezeket a barokkos, nem tudom, gyertyatartókat, meg mit tudom, ezt én megcsinálom. És hát óriási lett a felháborodás, mikor készült, mert azt mondták, hogy ennyire aránytalan béna dolgot, hogy még életükben nem láttak. De ez kész lett. Sajnos ezt is valami pártag megkapta nyugdíjas. Nem tudom megmutatni. Üti az ember ezt a rezet, akkor, vagy az aranyat, vagy az ezüstöt, akkor ez fölkeményedik. Ez borzasztó kemény lesz. Még egyszer nem lehet vele megcsinálni, még egy hajtásra. Viszont, hogyha felmelegítjük, nem tudom, 8-900 fokra, nem melegebbre, mert akkor ugye elég. És beledugjuk hideg vízbe, vagy ilyen savas vízbe, akkor felpuhul. Ez egy borzasztó érdekes tulajdon, azért lehet vele dolgozni. Igen ám, de hogyha meggondoljuk, hogy a lovagok, azok
Most egy ilyen karpáncél az egy ilyen henger, az nem egy olyan nagy cucc. De olyan sisakban voltak, hogy ez innen kezdődik, itt ez fölmegy, itt van benne egy hajtás, itt lejön, és teljesen, tehát azt egy 3 mm-es acéllemezből ütögette ki egy ember. Szerintem a mesterségnek az a csúcsa, ez a 15. századi lovagsisak, az valami elképesztő. Én el sem tudom képzelni, hogy azt mondjuk fél évig, vagy meddig üti. És akkor amikor én ezt 2 évig csináltam, én jártam egy rajzszakkörbe, a Dési Huber István képzőművész körbe, majd nagyon jó rajztanárunk volt, sajnos már meghalt ez a festőművész, Korga Györgynek hívták, nem Korda György, a Korga Györgynek hívták. Ugye eléggé lesajnált ember volt, iszonyatosan technikás volt, ő tanított minket rajzolni, én 2 évig jártam oda. Ez egy ilyen, hogy hívják ez a kucka, nem tudom, hogy hívják ezt az Kucka írót. Péter. Kucka Péter, aki ilyen szkifi író. Ő volt a főszerkesztője, azt hiszem, ennek a Galaktika sorozatnak. És minden nap szépen délután én oda jártam, és akkor hihetetlen aprólékos, precíz volt ez a... Egyszer azt mondta magáról, hogy hát úgy van ez a rajzolás, hogy az embernek, mikor nem jut semmi eszébe, akkor, de nagyon tud rajzolni, ő nagyon tudott rajzolni, akkor ő egyszer azt gondolta ki, még fiatal korában, hogy biztos azért van, mert a technikája az elviszi a... Tehát, hogy nem tetszik neki nyilván, amit rajzol, meg fest, mert hogy túl jó a technikája. És kitalálta, hogy ő balkézzel fog festeni, meg rajzolni. Ez rettenetesen belelkesedett, elkezdett balkézzel rajzolni, meg festeni. Ő azt mondta, hogy 2 hét múlva, és éjjel-nappal csináltam, mert nagyon tetszett neki, hogy nem megy, és erőködni kell. És azt mondta, hogy 2 hét múlva teljesen megdöbbenésével, tehát egész jól ment, és a 3. héten ugyanúgy rajzolt bal kézzel, mint jobb kézzel. Tehát hogy az ember, ugye, hát minden fejbe dőle. De valószínűleg ez is így van. Ő azt magyarázta mindig nekünk, hogy ez a rajzolás az nem az, tehát ez nem arról szól, hogy valami szép rajzot csináljunk, hanem tulajdonképpen meg kell ismerni a formákat. Egyszer mondta nekünk, hogy azt nem tudom, hogy mérik le, hogy egy átlag ember olyan 100-150 formát ismer, tehát annyit tud lerajzolni, de Leonardo da Vinci-ről már fogalmam is, hogy számolták ki, állítólag 4000 formát tudott. Tehát annyit tud, annyi volt a fejében. De most a 150-hez képest egy 4000 az elképesztően. Tehát ezért fontos, hogy az ember a forma érzékét. Ezért van valószínűleg, hogy a szob, tehát most hülyén hangzik, de a szobrász tud a legjobban rajzolni. Tehát az... Na, erről beszélj. Na, ez egy érdekes, amikor iskolába jártam, akkor volt egy osztálytársam, aki hozott ilyen gót betűks könyveket, azóta már nekem is van nagyon sok, és akkor ilyen filztollal próbáltuk utánozni, hogy van, nem volt vágott hegyű tollunk. Ráadásul egyszer hallottam a rádióban, akkor persze utánozgattuk ezeket a betűket, és akkor egyszer hallottam a rádióban, hogy volt egy régész tanuló Angliában, aki azt mondta, hogy azt tanulta, hogy a pattintott kőkorszakban egy ilyen nyílhegy, az nem tudom hány, nem tudom mit ért, ilyen iszonyú értékeik voltak ezeknek, mert nagyon sokáig tart ezeket megcsinálni, megpattintani egy nagyobb kővel, meg nem tudom. És hát tulajdonképpen azt mondta ez a régész tanuló, hogy ő ezt kipróbálja, és remeteként kiköltözött valami barlangba, Walesbe, és egy fél év múlva a különböző köveket, ahogy megismerte, így, hát ilyen percenként 2 gyártott ilyen nyílhegyet, amit a múzeumban úgy őriznek, hogy ez egy mamutnak a nem tudom micsodája, annyit ért. És mi meg azt tanultuk iskolába, hogy amikor írták ezeket a régi könyveket a középkorba, akkor egy évig írta egy szerzetes a könyvet, és akkor még nem volt kész, mert akkor még az iniciálékat ki kellett festeni. És akkor én kigondoltam, valahonnan szereztem ilyen vágott hegyű tollat, és borzasztó gyorsan megy. Tehát ez hihetetlen. Csak nem gyakoroljuk.
A Kóskároly Egyesülés vándoriskolájában, aki nálunk van a kvadrumépítés irodában, az ilyen vándorlevelet kap, és akkor ez kb. Egy óra, vagy ha nagyon kell sietni, akkor 3-4 óra. Na most ide még azt hozzáteszem, hogy amikor minden évben diplomáznak a vándorok, akkor kapnak egy nagyon szép oklevelet, ezt merített papír ból készül, és mindig az van, amit a Tibor mondott, hogy gyakorlatilag a diploma átadás előtt rohanunk hozzá, írd már meg. Megvan a szöveg, és akkor Tibor leül, és mindig csak a nevet kéri el, többit már fejből írja, és gyakorlatilag fejből írja ezekkel a gót betűkkel az éppen aktuális vándornak a diploma okleveleit. Munkák. Abból. De itt is azokat, amiket szabad kézzel rajzoltál. Az volt nagy megtiszteltetés, hogy Imre rám bízta ezt a Szentkirály utcai házat, amit aztán később volt egy eredeti terve, és később egy ilyen szocialista, posztszocialista nagyvállalat. Ezek is a te rajzod. Elrontott, és ugye? Abszolút rám bízta Imre, hogy egy ilyen szecessziós Viktor Hortás korlát legyen ott, és ezek voltak még a homlokzaton az eredeti terven, aztán ismerjük a házat, ez lett, és ezzel a kátránypapírjával lefedve. Ez is egy nagyon régi terv. Imre rám bízta, hogy itt volt egy régi pici épület. Ez volt az első olyan dolog, amit az irodában önállóan csinálhattam. Ez Zalaszánton van, a Balaton felvidéken, és azt kell tudni, hogy itt van 80-100 ilyen kunhalom sorban az út mellett, tehát egy ilyen nagymúltú település, 4000 éve laknak, stb. Akkor bevetettem magam a Nemzeti Múzeumba, és néztem ezeket a régészeti dolgokat, tehát igaz, a világon semmi nem jelenik meg rajta, de próbáltam ezt a hangulatot megfejteni, és ez a Balaton felvidéki kúria-szerű épület, ez összekapaszkodik ezzel a ősibb épülettel. Másik nagy öröm volt nekünk, hogy a Imre bevont a Dunaszerdahelyi munkával. Dunaszerdahelyi munkával. Ez a Dunaszerdahelyi, ez egy nagyon szép kis város volt, most egy óriási lakótelep az egész, vagy volt, ez Imre rajza, pontosabban az ő rajza alapján készített főtér rekonstrukció, így nézett ki a főutca. És akkor én azt kaptam feladatul, sok feladat volt ilyen Dunaszerdahelyen, hogy ezt így próbáljuk meg visszaépíteni. Hát nem akartunk ugyanolyat, mert nem is volt ez a riszrosz fénykép volt, abból nem tudtuk ugyanúgy visszaépíteni, hanem a valami fajta új ilyen hangulat. Ez az Imrének a városházája, ez pedig maga ez a kis, és ez a te munkád? Kis épület, igen. Sokat dolgoztunk Pilis Csabán, itt lehet látni, hogy ez volt egy 1910 körüli laktanya, az orosz laktanya, aztán orosz laktanya lett belőle. Ez egy ilyen elit laktanya volt, oda jártak pihenni a katonák, amikor valaki beteg lett, vagy tudom, meglőtték, vagy ilyesmi. Akkor ott kvázi rehabilitálták, és hát az oroszok ezt hagyták maguk után. Még éltek olyan katonák, 15 évvel ezelőtt, nyugdíjas bácsik, akik voltak itt a háború előtt, mint fiatal katonák, és akkor azt mondták, hogy ez egy nagyon fontos laktanya volt, és nekem jutott a feladat, hogy ez a kis épület felújítása, amit van, elé tervezzünk egy katonai emlékszobát. És itt ugye ez a... Ezt úgy hívják, hogy Szent Lujza kollégium. Lengyel lazarista szerzetesek tartják fönn. Itt az a korlát, amit az előbb láttunk, az a Viktor Horta utánzat, itt az a találmány ember, ezt nagyon büszke vagyok, mert én találtam ki. Tehát maga a lakatos, amikor heggezt, akkor az nagyon csúnya, meg utána köszörüli meg minden, de mindig itt vannak a kapcsolatok, itt mélyen, és akkor nem látszik, hogy csúnya. Kápolnája ennek a kis épületnek. Ez meg a nagy terem könyvtár. Ezt tudni kell, hogy ez egy gyerek szívsebészet. És Imre járt oda a kardiológiára, és megkérték, hogy a gyerek szívsebészetet tervezze meg. Tehát, hogyha valaki tervezett már konyhát, az tudja, hogy bejön a kaja, meg ide megy, oda megy, nem keresztezheti semmi a másikat, meg a tiszta edény, piszkos edény, hát itt elképesztő. Tehát a ilyen szike, az olyan szike, az ide, hogy... Tehát itt van egy ilyen körbejáró folyosó, és beöltözik az ember ilyen steril ruhába, ugyan a műtőben nem megy be, de ezek a folyosók azért fontosak, mert
diákok, tehát az egyetemistáknak ez kell. Oktatják, igen, ugye? Igen. Hát egy rendes szívműtét, az egy 8-10 óra is tud lenni, meg még több. Egy ilyen munkában az építész az baromi fontos, meg mit tudom én, mert ugye mindig nagyon fontosak vagyunk, de sokkal fontosabb a kórház technológus. És kaptam egy jó ismerősömtől egy ilyen, a Pólya Endrét, és ő magyarázta, hogy tulajdonképpen nincs. Tehát vannak olyan, tehát egy ilyen kórház az olyan bonyolult, hogy én szeretem ezt egyébként így kiokumlálni, hogy tökéletes legyen, de azt mondta, hogy nem lehet. Tehát felüljárókat kéne csinálni egy szinten belül, mert különben nem lehet ezt a, megoldani ezt a matematikai feladatot. És a történetnek a legvége az, hogy kiszaszeroltuk hát hetekig, hónapokig a kórház technológussal, meg a kórház dolgozóival, hogy hogy legyenek ezek a helységek, meg kapcsolatok, meg hogy valahogy kinézzen az az épület. És a végén az lett belőle, hogy a kórháznak az igazgatóját leváltották, jött egy új igazgató, aki szerette volna, hogyha más tervezi, viszont úgy írták ki a pályázatot, meg gondolom oda is adták a mi alaprajzunkat, és ez az épület, ez áll, tehát valami förmet. De nem így néz ki. Tehát ez abszolút nem így néz ki, de azt rá lehet ismerni, hogy a mi rajzunk alapján készült. Ez ilyen aktuális dolog most, egy zeneiskola, most így néz ki ez az épület, és ilyesmi volt régen, nem maradt szinte semmi se belőle, és hát ezt kell felújítani Pilis Csabán. Ez is egy most folyó munka, csak röviden az a lényege, hogy ezek ilyen sztereotípiák, hogy az organikus építész nem tervez lapos tetőt, és tudni kell, hogy ez egy szírorvos, akinek ezt terveznem kellett, és mondták, hogy hát nekik egy megkötésük vagyon, hogy szép legyen, meg hogy lapos tetős. És akkor mondtam, hogy hát akkor modern, ugye? Hát lehet, hogy mi ezt úgy hívjuk, de Szíriában 5000 éve építenek ilyet. Hát... ja, vannak otthoni tevékenységeink is, és a kisfiam valaki ott ül, azzal szoktunk... Igen, hát ő egy tájvadász, biztos ismerik, hát gondolom mindenki otthon van a Star Wars-ban, és akkor ezeket így építeni kell. Ezt nem látszik a képen, de a kisfia megcsinálja mindent, ott mindenfajta műszerfalak vannak. Ez maga a tájvadász, csak pilóta, csak ugye leveszi a sisakját, és akkor ilyeneket szoktunk építeni. Óriási elmaradásban vagyunk állandóan, mert már rengeteg űrhajó van elkezdve, és azt még mind be kéne fejezni. Meg több éves elmaradásban is vagyunk ilyen, mit tudom én, egy év az építkezésen című gyerekböngésző, ami el van kezdve, de nincs befejezve. Hát akkor rengeteg lovag van, hát sokkal több van. És hát az is nagyon jó, az a Lego vár, de hát abból egy van, vagy kettő. Most hát még harcoljanak egy másikkal, és akkor ilyeneket szoktunk csinálni. Ezt én nagyon élvezem. Tehát ilyen, ez egy egyszerű füzet, amit itt látna. Ez sincs még kész, de csináljuk. Ez úgy van, hogy így van rajzolva egy állat. Így. Tehát csak olyan állat jön szóba, ami három szótagú állat, és akkor ugye ott el van vágva a papír. Hát akkor van a kenguru, a papagáj. Hát nehéz, ugye, mert az a feladat, hogy ott az állat, majd megmutatom miért, ez mindig, minden állat egyforma legyen ott, az a szélesség az állatnak. És akkor van a keselyű, a marabú, hát kinek mi tetszik jobban, van a denevér, mindenféle van. És akkor ezt együtt csinálgatjuk, meg kiszínezzük, stb. Van a makáka, a krokodil, és hiéna, rengeteg van már, de még mindig el vagyunk maradva, oroszlán még nincs. Meg. Na, és akkor ki lehet rakni a makonát, ez a makona építés. De a makonát érdekes, oda másképpen is ki lehet rakni. Ezt is kell rakni. De van még egy csomó kedvencünk, tehát találomra lehet jókat, tehát ez a kenguru. Tehát ezért kell stimmelni ott a persze, hát a muszáj stimmelje, mert különben nem jön össze az állat. De azért azt hiszem ez a legjobb, ez a vagúvér. Kisfiam szépeket rajzol, ez óvodába készült ez a rajz, még csak ezt a végén bemutatjuk.
nem nagyon szeretett állatot rajzolni, hanem az volt mindig a, hát mindig autó, meg hajó, meg ilyesmi, és az volt a feladat, hogy állatot kell rajzolni, és hát egyszer kigondolta, hogy hát rajzol sirályt. Ennek a képnek az a címe, hogy sirályok, tehát hogy meg lett oldva a feladat kvázi, de hát a maga módja. Na, hát hú, én köszönöm szépen. Köszönjük. Mi köszönjük.